alacsony vízállással a normális medrében van a Tisza Tivadarnál. Az 1969-ben épült Tivadart Kisarral összekötő hídszerkezetet azonban majdnem elvitte a 2001-es árvíz, az aszfalt burkolatig érte a megáradt folyó. Az öreg Rozoga híd kiváltásáról és egy nagyobb, biztonságosabb átjáró építéséről döntött a kormány 2014-ben, amihez elkészültek a tervek és a költségvetés is. A 8 milliárdos projekt szinte Tivadar egészét érintené, azonban a munkálatok megkezdésére még várni kell. A tervek elkészültek, az információm szerint jelenleg forráshiány van, tehát nincs pénz. Eredetileg úgy volt, hogy 2016-ban valószínű, hogy elkezdik a hídépítését, de információm szerint 17-18 vagy nem tudni mikor. A Tisza ezen szakaszán a Tivadari híd bonyolítja a legnagyobb forgalmat, jelentős az Ukrajnából érkező és a térségi fejlesztések teherforgalma miatt is. Itt állok a Tivadart Kisarral összekötő hídon. 2014-ben döntés született arról, hogy emellé egy másik, nagyobb, magasabb közúti hídat építenek. Megszülettek a tervek is, és 2016-ra ígérték a kivitelezés kezdetét. Azonban a mai napig nem történt semmi. A NIF ZRT-t kerestük ezzel kapcsolatban, akik azt mondták, hogy hozzájuk nem érkezett elrendelés, vagyis nem tudják megmondani azt sem, hogy mikor kezdődik el az új híd építése, vagy egyáltalán azt, hogy elkezdődik-e valaha.